Amikor lezajlik egy-egy ilyen mérési ciklus, és utána a következő évben megismerjük az eredményeket, akkor néhány napig a sajtó foglalkozik általában azzal, hogy hanyadik helyen vagyunk a rangsorban, javítottunk vagy rontottunk, és akkor ezzel le is csengnek a sajtó visszhangok és az érdeklődés a következő három évre elül. Azt a félreértést azonban ideje lenne eloszlatni, hogy a PISA nem arról szól, hogy valamifajta nemzetközi versenybe benevezünk, és akkor ezen a versenyen a helyezésünket javítani kell, hanem maga az egész OECD munkasorozat, és azon belül a PISA azt a célt szolgálja, hogy segítse az egyes országokat abban, hogy a gazdaságokat fejleszték, és többek között a gazdaság fejlesztését elősegítő oktatást, közoktatást, oktatási rendszert javítsák. Tehát ahhoz, hogy ezeket az eredményeket értelmezzük, sok támpontot találhatunk. Én a következőkben néhány ilyen támpontot szeretnék javasolni. Hát az egyik az a támpont lehet, hogy belehelyezzük az eredményeket a történeti kontextusba, tehát megnézzük, hogy honnan, hova tartottunk, és ebből, ha extrapoláljuk a tendenciákat, milyen következtetéseket vonhatunk le. Aztán ugyancsak belehelyezhetjük az eredményeket nemzetközi kontextusba, megnézhetjük, hogy más országok, hasonló helyzetű országok hol tartanak, honnan, hova jutnak. Aztán megnézhetjük azt, hogy végül is milyen következményei vannak mindazoknak a tendenciáknak, amelyeket az adatokból látunk a gazdaság fejlődésére, különösképpen a foglalkoztathatóságra. Az egész PISA vizsgálat sorozatnak az egyik lényeges eleme az, hogy javítsa az egyes országok munkaerő kínálatát és a foglalkoztathatóságot. És van egy másik nagyon fontos szempont, ami talán ennek a közösségnek, a doktoranduszoknak, illetve a pedagógusoknak nagyon fontos, hogy milyen a magyar tudomány merítési bázisa, mire számíthatunk 10-15 év múlva, kik lesznek az akkori doktoranduszok, milyen arányban számíthatunk a jelentkezésre, milyen költségekből lehet ezeket az eredményeket kihozni, és végül mire lehetne az eredményeket hasznosítani. Hát kezdjük akkor a történeti kontextussal. Mindig, ha lehetőségem van rá, akkor felidézem a magyar közoktatás fénykorát. Magyarországon a tanulók természettudományból és a matematikából a 70-es, 80-es években a világ élvonalába tartoztak. A 70-es években egy picit előttünk volt még Japán, és a 80-as évek elején magasan kiemelkedve a nemzetközi mezőnyből a magyar tanulók voltak a legjobbak. Innen jutottunk el lényegében a 90-es évekre, odáig, hogy akkor már csak a középmezőnyben voltunk, és az 1995-ben elinduló második rendszeres felmérés sorozat, a TIMSS, megmutatja most már 16 éven keresztül a magyar közoktatás eredmények a változásait, konkrétan a természettudomány és a matematika eredményeket. Ez a másik nagy mérési rendszer sok mindenben különbözik a PISA-tól, többek között abban is, hogy inkább az iskola közeli tananyagot méri, tehát konkrétan azt, amit tanítunk, hogy tanulnak a gyerekek az iskolában, a PISA pedig inkább azt, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni. A TIMSS eredményei közvetlenebbül visszajelzik az iskola teljesítményeit, míg a PISA eredményeket árnyalják az otthonról és egyéb forrásokból hozott tudás és egyebek. Tehát ez a TIMSS eredmény skála történeti perspektívában. Azt látjuk, hogy 95 és 99 között egy kicsit javultak az eredmények, és lényegében 99 óta egyfolytában csak romlanak. Azt is érdemes megjegyezni erről az ábráról, hogy a természettudomány egy kicsit jobb, mint a matematika. Ezt lényegében annak is tulajdoníthatjuk, hogy más országokban még nálunk is gyengébben tudták a természettudományt. Tehát a matematika természettudomány tudásban ez az arány helyezi a magyar eredményeket egy kicsit a bizonyos 500 pontos skálán a matematika fölé. Ha most megnézzük a PISA eredményeket, akkor azt látjuk, hogy itt a 2000-ben kezdődő mérés sorozat egy nagyon kis, lényegében nem szignifikáns eredményt mutatott. Ez az egész inkább stagnálásnak tekinthető 2006-ig. 2006 és 2009 között az olvasás eredményeket sikerült javítani, és a 2009-2012-es közötti időszakban megzuhantak az eredmények, tehát most 2012-ben azt látjuk, hogy egyértelműen rosszabbak az eredmények, mint korábban voltak. Ha a 2000, tehát a kezdőponthoz 2000-hez viszonyítjuk, akkor egyedül az olvasás eredmények jobbak egy kicsit most, mint 2000-ben voltak. A másik két területen azonban az elmúlt időszakra, a teljes 12 évnyi időszakra a romlást látjuk, különösképpen a matematikára, ahol évenként átlagosan 1,3 pont a romlás üteme.
Ha most beletesszük ugyanezeket az adatokat nemzetközi kontextusba, hát itt érdemes felidézni a 12-es eredményeket. Itt mind a 65 országnak az eredményeit látjuk. Ez az az ábra, amelyik megmutatja, hogy a 2-es alatti, tehát a lényegében a használható tudással nem rendelkező tanulóknak milyen az aránya, és az a fölött levőknek milyen az aránya, és eszerint sorba rendezve az országokat, azt látjuk, hogy Magyarország a 65 országból nagyjából szövegértésben a középen van. Matematikából ott viszont sokkal jobban le vagyunk maradva. Mind a három ábrán, amit fogok mutatni, lehet látni, hogy van egy viszonylag lassan csökkenő szakasz, és aztán van egy meredekebb törés. Itt lényegében a fejlett és a fejletlen világ határpontját látjuk ebben a törésben, és azt találhatjuk, hogy Magyarország ennek a határán van, pont abban a töréspontban. Tehát most vagyunk a fejlett országok végén, és fölzárkózunk a fejletlen országokhoz. Ha ez a tendencia így folytatódik, akkor valahol ott a fejletlen országok között találjuk magunkat a következő években. Természettudományban nem ennyire rossz a helyzet, ott még egy kicsit a középfele tendálunk, és a romlás üteme sem olyan vészes, mint a matematikából. A 2012-es mérésben a matematikát és a szövegértést számítógéppel is felmérték. Sok oka van ennek, hogy a számítógépes mérésre is sor került. A legfontosabb ok az, hogy 2015-től már csak számítógépen zajlanak a PISA vizsgálatok, és ez a 2012-es mérés az alkalmas volt arra, hogy az önként jelentkező országok, amelyek mind a két teszt, amelyek fölvették papíralapon és számítógépen teszteket, azoknak az adatait fel lehet arra használni, hogy valamilyen kapcsolatot teremtsünk a két médián megvalósított mérés között. A rossz hír az, hogy itt ezen a skálán még hátrébb vagyunk, mint az előbbi skálán láttuk, tehát itt matematikából, illetve szövegértésből már alig néhány ország előz meg bennünket, szövegértésből már csak nem teljesen a lista végén vagyunk, ha a gyerekek szövegértését számítógéppel mérjük. Nem kell túl messze menni, hogy ezeknek a hátterét megtaláljuk. Más országokban, iskolai kontextusban sokkal többet használják a gyerekek a számítógépet, mint Magyarországon. Ha folytatjuk még a nemzetközi kontextus áttekintését, itt ebben a táblázatban megmutatnám a 15 legjobban teljesítő országot. A 15-ből a 7 első helyen ázsiai ország, illetve gazdaság áll. Hát ezek az ázsiai országok, illetve gazdaságok azt jelentik, hogy Kína és a csatolt részei állnak itt az első helyen. El lehet gondolkozni, hogy mit jelent ez. Ugye ilyenkor mindig fölteszik a kérdést, hogy de hát Shanghai az csak egy város, miért hasonlítjuk össze Magyarországgal. Ha már összehasonlítjuk, azért érdemes fölidézni, hogy Shanghai népessége 23 millió fő, tehát kicsit nagyobb, mint Magyarország. Talán Hongkong fele Magyarországnak 7 millió, tehát egy kicsit nagyobb, Szingapúr éppen fele. Tehát azért nem annyira kicsi ország, hogy elhanyagolhatók legyenek, és majd később még utalni fogok rá, hogy miért jelent nekünk ez a néhány kis ország is fenyegetést. Mindamellett azért gondoljunk bele abba, hogy egy ilyen nagyon erős ország, egy ilyen nagyon erős városállam, mint Shanghai, ott van egy milliárdos népességgel, tehát ha egy ilyen ekkora elit, egy ilyen hihetetlen munkaerőbázissal tud gazdálkodni, akkor annak azért komoly globális hatása is van. Na hát a következőkben akkor nézzük meg azt, hogy a hozzánk hasonló helyzetű országok mire jutottak a PISA eredményekkel. Többek között érdemes megnézni Lengyelországot. Itt szaggatott vonallal meghagytam a háttérben a magyar eredményeket, át kellett skálázni a függőleges tengelyt, hogy a legújabb lengyel eredményeket is rá tudjuk tenni. A színkódok megmaradtak, a zöld a természettudomány, a piros a szövegértés, és a kék pedig a matematika maradt. Tehát azt látjuk, hogy az induláskor 2000-ben nem különbözött lényegében Magyarország és Lengyelország helyzete. Matematikából még mélyen a Magyarország alattiak voltak a lengyel eredmények, és közben látjuk azt, hogy hova jutottak a lengyelek. Tehát ez egy jó példa arra, hogy ha egy ország összekapja magát, és igazán gondot fordít az oktatás fejlesztésére, akkor csodát lehet művelni. Egy másik hozzánk hasonló helyzetű ország, Németország. Németországgal kapcsolatban szoktuk emlegetni a PISA sokkot.
Látjuk azt, hogy 2000-ben a magyar eredmények nem különböztek lényegesen a németektől, vagy fordítva, a németek nem voltak annyival rosszabbak, mint a magyarok, hogy ebből önmagában megérthettük volna, hogy miért sokkolta a német közvéleményt az, hogy olyanok az eredmények, amilyenek. De ott elindult egy fejlesztési folyamat, és látjuk azt, hogy divergál a magyar és a német változás görbe, tehát a németek szívós munkával, de sokat javítottak az eredményeiken. Aztán, ha igazán sokkoló adatokat akarunk látni, és egy olyan kontextusba akarjuk helyezni a magyar eredményeket, amelyek igazán fenyegető, akkor érdemes egy pillantást a vietnámi eredményekre vetni. Vietnámot nem tudjuk még egyelőre fejlődési kontextusba illeszteni, először vettek részt 2012-ben a mérésen, de mindjárt nagyon magas szintről indultak. Ugye nagyjából 5500 pont körül van a PISA, illetve az OECD átlag, látjuk azt, hogy mindegyik területen fölötte voltak, a 477 pontos magyar matematika eredménnyel 500 szemben ők 511 pontot értek el. Honnan van ez a jó vietnámi eredmény? Az én generációm együtt járt még az akkori Jatérna vietnámi hallgatókkal. Kollégiumban nekem is volt egy vietnámi szobatársam. Itt tanult, itt szerzett matematika-fizika szakos képzettséget. Körülbelül a Jatén 30 ilyen matfizes diplomát szereztek. Ezek a fiatalok hazamentek, nyilván átadták a tudásukat a következő generációnak, és látjuk azt, hogy hova jutottak. Ez azonban még nem az igazi fekete leves. Ha megnézzük azt, hogy a legjobbak a mérésben az 5.-6. szinten teljesítők arányában hogy állunk, akkor van okunk igazán arra, hogy megrémüljünk, ugyanis a magyar adatokban, tehát a magyar gyerekeknek 9,3%-a van a két legfelsőbb szinten, Vietnámban pedig 13,3%, és ha tendenciákat is megnézzük, 2003-ban ez még 10,7% volt. Tehát nem csak a gyengén teljesítők aránya növekszik Magyarországon, hanem a csúcson levők aránya is csökken, tehát ez egy igazi nagy gondot jelent számunkra. Ha most itt körülnézünk a terembe, biztosan van olyan, már ezen az alkalom talán nem, aki edzőcipőbe jött, de egy más alkalommal talán megnézhetnénk, hogy hogy gyártották azokat a Nike, Reebok és egyéb edzőcipőket, bele van írva, hogy Made in Vietnam. Ha most belegondolunk abba, hogy mi lesz 20 év múlva, nem szeretném, ha a vietnámi gyerekek hordanák a Magyarországon kétkezi munkával előállított edzőcipőket, de hát ezek a tendenciák, akkor nagyjából ez a következmény. Ha megnézzük azt, hogy mi a helyzet azokban az országokban, amelyek most még gyengén teljesítenek, de jönnek fölfele, találunk ilyeneket is. A leggyorsabban javuló ország ezen a skálán Kazasztán, de ilyen ország, mint Malajzia, Brazília, Törökország és Mexikó mind-mind szépen jönnek felfele. Tehát mi, ahogy említettem, a mínusz 1,3 pontos változásunkkal vagyunk a matematika skálán, ezek az országok pedig nagyon jelentősen tudnak javítani. Itt nagyon népes országokról van szó, Törökország ugye itt van a szomszédban, lényegében az Európai Unió társult tagja, tehát már nem csak az óriási tömegű munkaerővel jelent versenyt Magyarországnak, hanem versenyt jelent azzal is, hogy képzett munkaerőt tud kínálni. Ha ezeket az adatokat egy másik kontextusba helyezzük, akkor látjuk azt, hogy mikor érnek utol bennünket. Belátható időn belül a gyerekek matematikai teljesítményét tekintve ezek az országok megelőzik Magyarországot. Törökország például már 2018-ban, hasonlóképpen Malajzia, Kazasztán már nem sokára. Tehát Kazasztánnak ugye népessége sokkal nagyobb, kétszerese magyarországinak, törökországi nyolcszoros. Tehát ez az, ami igazán komoly gondot jelenthet Magyarország számára a következő évtizedekben. Már ott ülnek az iskolában azok a gyerekek, akik majd meg fogják előzni a mi tanulóinkat ezekben az országokban. Hát a nemzetközi kontextust áttekintve feltehetjük a kérdést, hogy mit tanulhatunk a legjobbaktól, hozzánk hasonló helyzeti országoktól, például Lengyelországtól. Ott a tudás, a kultúra felértékelődött a rendszerváltozás idején, tudományos alapossággal láttak neki az oktatási rendszer fejlesztésének, és láttuk, hogy a következetes fejlesztésnek hol van az eredménye, mi a hatása. Észtországban ezt az egészet alig egy évtized alatt véghez vitték, és most már megelőzték a finneket. Észtországban lényegében a finn mintát követve, finn kutatók segítségével strukturálták át az oktatási rendszerüket, és megelőzték a tanítómestert, sok tekintetben már előtte vannak a finneknek. Na nézzük akkor, hogy mit mutatnak a PISA eredmények a foglalkoztathatóság tekintetében.
Mindazok az adatok, amiket én itt most fölidézek, ezek sokkal részletesebben, sokkal nagyobb tömegben állnak rendelkezésünkre. Itt most csak a viszonyítási pontokat szeretném kijelölni. A foglalkoztathatóság szempontjából azt érdemes megnézni, hogy milyen az egyes országokban a gyengén teljesítők aránya. A gyengén teljesítők az egyes, illetve az egyesnél gyengében teljesítők arányát szokták, vagy a kettes szint alattiakat. Ez az a szint szövegértésből, például ez a funkcionális analfabétizmus, amikor esetleg ki tudják mondani a szavakat, amit látnak leírva, de annak az értelmét nem tudják összerakni, hát matematikából pedig gyakorlatilag nem tudják elvégezni azokat az alapvető műveleteket, amelyek egy hétköznapi helyzetben felmerülhetnek. Szövegértésből Magyarországon a kettes szint alatt teljesítők aránya csaknem 20%, és ez évek óta nem javul, illetve romlik. Lengyelországban ez körülbelül fele a miénknek. Tehát ha azt nézzük, hogy az elemi szövegértés és matematika, amelyik ahhoz kell, hogy egyáltalán a legegyszerűbb betanított munkára meg lehessen tanítani, ki lehessen képezni a fiatalokat, melyik, milyen arányban nem rendelkeznek a gyerekek ezzel, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon lényegében mindegyik ötödik gyerek van ez alatt, és hát, mint láttuk, Észtország ott van a legjobbak között. Ugyanez a helyzet matematikából, azzal a különbséggel, hogy itt sokkal durvábbak az arányok, közel 28, közel 30% esik ebbe a kategóriába. Csehország, Lengyelország, Észtország messze mögöttünk van, a lengyelek ebben a tekintetben is csak fele annyi képezhetetlen gyerekkel rendelkeznek, mint mi, és érdemes itt is a tendenciát fölidézni. Ez az arány 2003-ban még csak 23% volt, 2012-ben 5%-kal több olyan gyerek van, aki a kettes szint alatt teljesít matematikából. Hát nézzük meg a másik oldalát, a legmagasabban teljesítőknek az arányát, ez az, ami a magyar tudomány jövőjét meghatározza. Itt már csak a hatos szinten teljesítők arányát gyűjtöttem ki. Shanghai vezeti a listát. Ahogy említettem, már Shanghai népessége 2,3-szer nagyobb, mint magyarországi. Ha összehasonlítjuk ezeket az arányokat, akkor ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy csak Shanghaiban 30-szor annyi magasan teljesítő tanuló van arányait tekintve, illetve hát számát tekintve, mint Magyarországon. Ezek a gyerekek, akik 15 évesek voltak 2012-ben, 10 év múlva PhD korúak lesznek, és elkezdenek a nemzetközi matematikai lapokba publikálni. Ezekből az arányokból azt látjuk, hogy Shanghainak, csak Shanghainak, ugye 30-szor több esélye van arra, hogy nemzetközi publikációkat jelentessen meg, mint Magyarország. És akkor nem beszéltünk még a többi kínai nagyvárosról, illetve a Dél-Kelet-Ázsia többi országáról. Érdemes megnézni a környező országokat, itt a szlovák köztársaság eredményeit, Csehországot, Vietnámot. Ugye Vietnám nincs közel, de bizonyos tekintetben előttünk van Észtországot és Lengyelországot. Tehát környező országok, velünk összemérhető helyzetű országok sokkal jobb helyzetben vannak. Föl lehet tenni a kérdést, hogy miért. Lengyelországban több mint kétszeres az adat. A természettudományból kicsit gyengébbek a jobban teljesítőknek az eredményei. Valószínűleg a csúcson nehezebbek voltak a természettudomány feladatok. Itt már a kínaiak se vitézkednek olyan nagyon, de még mindig 5,8, közel 6%-os a legmagasabban teljesítők aránya, és ezen a területen a magyarok csak 0,5%-nyit érte, illetve 0,5% a gyerekeknek érte el ezt az arányt. Megint csak megnézhetjük a velünk összemérhető helyzeti országokat. Lengyelországban 3-szor annyi a gyerekek aránya, és Lengyelország 3-szor nagyobb nálunk, tehát ugye nagyjából 10-szer annyi leendő természettudós van a mostani fiatalok között, mint Magyarországon. Ezek azok az adatok, amelyeken érdemes lenne elgondolkodni. Erre kellene talán az akadémia közvéleményének a figyelmét felhívni, és megkérdezni, hogy mire várunk, és mi lesz, ha ezek a tendenciák ebben az ütemben ilyen irányba folytatódnak. Hát nézzük meg azt, hogy valóban pénz kell-e ahhoz, hogy ezeket az eredményeket javítsuk. Itt, ha összehasonlítjuk az előző két, illetve most már a három mérési ciklus eredményeit, akkor azt látjuk, hogy egyre csökken a ráfordítások magyarázó ereje. Ezeknek a részleteiben most nem mennék bele, csak annyit mondanék a 2009-es adatok alapján, hogy látszik ezekből az összefüggésekből, hogy nem lineáris természetű a ráfordításoknak és az eredményeknek az összefüggése,
És ezt lényegében felismerve a 2012-es adatokat már egy más formában is a szemünk elé tárták a PISA elemzői. Ugyanis ezekből az adatokból az látszik, hogy a fejletlen és a fejlett országokban másként hat a pénz. A fejletlen országokban még a ráfordítások növelésével lehet az eredményeket javítani, a fejlett országokban pedig lényegében a ráfordítások növelésétől önmagában nem javulnak az eredmények. Itt az 50 000 dollár alatt és az 50 000 dollár fölött költő országokat külön ábrázoltak, illetve más regressziós egyenest illesztettek az egyikre és a másikra. Ez a sárga, illetve a zöld szín különbözteti meg a kettőt. Mi ebben az összefüggés rendszerben már a fejletlen országok közé tartozunk, pont azon a töréshatáron, és látjuk azt, hogy Észtország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország már az 50 000 dollárnál többet költő országok közösségébe tartozik. Ott, abban a mezőnyben már inkább csak a tudással, a kutatással lehet az eredményeket javítani. Magyarország itt ez alatt a regressziós egyenes alatt van. Egyértelmű, hogy itt még a ráfordítások növelésével is lehetne eredményeket elérni. Illetve megfordítva az oktatás, a magyar közoktatás eredményei romlásának az egyik oka lehet az, hogy a ráfordítások nem nőttek, vagy bizonyos területeken csökkentek az elmúlt években. Hát utolsóként azt szeretném jelezni, hogy ez a tudás, amiről mi itt ma beszámolunk, ez nem egy szűk közösségnek a tudása. Minden, amiről ma itt beszélünk, az elérhető az interneten, sőt annál több is. A PISA minden egyes ciklusában 3-4-5-6 kötetet jelentett meg. 4 vaskos kötet jelent meg most már a 12-es eredményekből. Ez összességében ilyen nagy A4-es oldalon nyomtatva közel 2000 oldalt jelent, és még most tavasszal megjelenik 2 további kötet. Tehát papíron ez mind hozzáférhető, itt a könyvtárunkban olvasható. Itt ennek a 4 kötetnek a tartalomjegyzékét mutattam volna be, amire most részletesen nem térek ki. Az OECD több ilyen interaktív adatbázist működtet, gondolom Csaba fog majd délután erről is beszélni. Itt az egyes országok eredményeit közvetlenül lekérhetjük és összehasonlíthatjuk. Például, ahogy már mutattam, Magyarország és Vietnám, vagy Magyarország és Lengyelország összehasonlítását azonnal 2 gombnyomással lekérhetjük ebből az adatbázisból, sokféle összefüggésben. Egy nagyon sok adatot tartalmazó eszközt kínál az oktatás politikai döntéshozók számára az OECD, ezt úgy hívják, hogy Education GPS, hogy ez a GPS a Global Positioning Systemnek a rövidítése, szószoros értelmében az oktatás számára egy ilyen globális pozícionáló rendszert kínálnak fel. Óriási tömegű adatot lehet ebből kinyerni. Itt például el lehet olvasni az országok profilját, tehát az egyes országokról meg lehet tudni azt, hogy hogyan működik az oktatási rendszer. Lehet kérni olyan adatokat, hogy melyek azok a mutatók, amiben az ország a legjobbak között van, a legrosszabb között van, középmezőnyben van, és nagyon sokféle módon ezeket az adatokat össze lehet hasonlítani. Az OECD évenként megjelenteti az oktatási indikátorait, ebben nagyon bonyolult, kifinomult elemzéseket találunk. És akkor a kérdés az, hogy mit tudunk kezdeni a rossz eredményekkel. Hát mindenek előtt a javunkra fordíthatjuk. Nem sokra mennénk ezzel a mai beszélgetéssel, ha megállapítanánk azt, hogy az eredmények rosszak, és belenyugodnánk abba, hogy a következő években még rosszabbak lennének, hanem az a dolgunk, hogy ezeket az adatokat, ezeket a rossz eredményeket megismertessük a közvéleménnyel, felhívjuk minden érintnek a figyelmét arra, hogy ez nem jól van így, és felhívjuk arra is a figyelmet, hogy ezzel lehet változtatni, hiszen egy tucatnyi olyan országot látunk, amelyik tanult a hibáiból és megfordította a trendeket. Az amerikai Sputnik sok volt egy ilyen, Amerikában a hajdani nagyon rossz eredményekből följöttek a középmezőnybe, a nemzetközi felmérések negatív eredményei 80-as években megint csak egy sok hatást idéztek elő, és ma egész szépen javuló tendenciákat látunk Amerikában. A PISA sokszor Németországban már elég sokat beszéltünk, és látjuk, hogy az eredmények javultak. Talán megkérdezhetnénk német kollégáinkat és szakértőinket, akik itt ezen a pulpituson már többször beszéltek az ő eredményeikről, hogy mit kellene csinálni, illetve meghallgatnánk és megfogadnánk az ő tanácsaikat. Végül pedig szeretném megköszönni a doktorandusz hallgatóknak, hogy ezt a konferenciát megszervezték. Ha valami optimizmusra adhat okot, akkor az az, hogy a fiatalok felismerték, hogy valamit tenni kell, valamit tenni lehet. Sok sikert kívánok nekik ehhez a tevékenységhez, és köszönöm szépen a figyelmet.
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.